Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesült ereje legyen mindnyájatokkal. Közös testvéreim, ezen a Szent Misén hálát adunk Jó Istennek, megkapott kegyelmekért, településünk több mint 800 éve alatt. Elhunyt elődjeinknek és szeretteinknek kérjük örök nyugodalmat. Minden élő lakosoknak és vendégeiknek pedig kérjünk szükséges kegyelmeket. Nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm kedves vendégeket, akik részt vesznek ezen a szentmisén. Kikindáról, Old Hévízről, akik lelki pásztoraikkal érkeztek ide hozzánk, meg Rádenből, és szeretettel köszöntöm minden golgahévízi lakost. Ich begrüße unsere Gäste aus Deutschland, aus Rádenből. A szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Mária, az összes angyalakat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek.
könyörögjön. Istenünk, Te megmutatod igazságot fényén a tévegőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá, ami Úrunk Jézus Krisztus a Te fiat által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasvány Izajás proféta könyvéből. Így szól az Úr. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, ami ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiokhoz írt leveléből. A természet sóvárogva várja Isten fiának megnyilvánulását. Testvéreim, úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetőek az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sóvárogva várja Isten fiának megnyilvánulását. A természet ugyanis múlandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából. Abban a reményben, hogy a múlandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiának dicsőséges szabadságára.
Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csírái bensőkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment házorról és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az úgy szélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt, és forron tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mindannyian ugyanazt az életet éljünk, hasonló küzdelmekkel és hasonló örömekkel. Mégis van, aki szeretettel, nagy lelkűen éli az életét, más pedig panaszkodva és keserűen. A mai evangéliumban a magvetőről példabeszédet hallottunk. A magvető által elvetett mag ugyanaz. Mégis van, akiben isteni szeretet magja kikel, és van, akiben ugyanaz a mag terméketlen marad. Van ugyanis egy pont, ahol az életünk nem a külső körülményeken múlik, hanem rajtunk, a mi döntésünkön és hozzáállásunkon. Azon, hogy milyen talaj vagyunk az elvetett mag számára. Amikor fiatalok készülnek a házasságra, eltöprengünk, vajon mennyire lesz sikeres és boldogító egy-egy házasság 10-20 év múlva. A házasság sikere talán nem is elsősorban a szerencsés választáson múlik, hanem inkább azon, hogy utána mit kezdtek magukkal és egymással, vagyis közös életükben. Vannak házaspárok, amelyek jó adottságból igen sokat hoznak ki, de vannak és olyanok, akik rengeteg jó lehetőségük ellenére boldogtalanok lesznek. Talán azért, mert más a szántóföld, más az igyekezet, az odafigyelés, más a szeretet mértéke.
A magvető példabeszéde azonban, amit ma, a mai evangéliumban hallottunk, nem csak a különböző minőségi szántóföldekről, emberi befogadásról szól, hanem a magvető bátorságáról is. Látja, mennyi mag hol köves talajba vagy oly szélre, mégis rendületlenül szúrja a magot. A mai példabeszéd maga Jézus Krisztusról szól, aki a rengeteg emberi vakság és ellene támadó gyűlölet ellenére mind halálig szeretett, mind halálig ajándékozta az életét. De buzítás akar lenni ez a példabeszéd mindannyiunk számára, hogy a szeretet magvetését ne adjuk fel, akkor sem, ha a látszólag köves, terméktelen talajba hullik. A jó ki fog kelni, és százszoros termést fog hozni a maga helyén és idejében. Ami az életünkben valóban szép és jó, az tévedhetetlenül termést hoz majd a maga idejében. Minden elvetett, szeretett magnak meg lesz a maga hatása. Nem puska golyóként, hanem mint a búvó padok. Egyszer Amerikában történt. Egy család úgy településre költözött, és a 9 éves Józsefin új iskolába került. A feltűnően szép és kedves kislány iskolabusszal járt be nap mint nap az iskolába. A busz megállóban délutánonként egy csúnyácska, esetlen mozgású, sérült kisfiú várta. Az iskola buszban utazó gyerekek gúnyos megjegyzéseket tettek a fiúra, és nevetgéltek rajta. De Józsefin ezzel mit sem törődött. Néhány nap elteltével aztán már senki sem gúnyolódott vagy nevetgélt a sérült kisfiú. Egy 9 éves kislány bátor szeretete az általa elvetett mag gyümölcsöt hozott. Sok gyerek szívében talán egy életre megváltoztatott valamit. Merjünk mi is bátran hintelni a szeretet magvait hétköznapjainkban. Amen. Valljuk meg hitünket. Énekeljük el egész hitvallásunkat. Hiszek az egy Istenben. Thank you.
Testvéreim, Krisztus az örök ige, tanítunk és példaképünk, kérjük kegyelmeit. Hogy Isten igéje termékeny talajba hújjon lelkünkben, és százszoros termést hozzon. Kérjük téged, hallgass meg. Hogy a kinyilatkoztatás szava minden emberhez eljusson. Kérjük téged, hallgass meg. Hogy Isten igéje egyesítsen minket elszakadt testvéreinkkel a szeretet egységében. Kérjük téged, hallgass meg. Hogy Isten igéjét közömbössé vált embertársaink is meghallják. Kérjük téged, hallgass meg. Hogy szent igéd megvigasztalja a betegeket és a szenvedőket. Kérjük téged, hallgass meg. Hálát adunk, Uram, a kegyelmekért, amelyel településünket a 800 év alatt elárasztottad. Kérünk, téged, hallgass meg minket. Kérünk, terjeszd ki áldásodat falunk minden lakójára. Kérünk, téged, hallgass meg minket. Elhunyt szeretteinket fogadd be szent országodba. Kérünk, téged, hallgass meg minket. Távolról jött vendégeinknek adj szerencsés hazaérkezést. Kérjük téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, segíts minket, hogy tanításod szívünkben jó talajra hulljon, és gazdag termés hozzon, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad szívesen, könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl a szívünknek. Eljük az Úrhoz. Adjunk élő és üdvös, úgy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten,
mert te alkottál mindet, amiből a világ épül. Az időjárásának te szabtál törvényt. A te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindaz, ami a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus, a mi Úrunk által. És ezért mi is dicsétünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjünk. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiat, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és néped gyöjtesz magad körül szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatod mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiatnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldás mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldás mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiöntötték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát is lányunk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva. Hálás szívvel felajánljuk neked ez az élő és szent áldozatot. Tekints kérjünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiat áldozatát, amely által kiengesztelni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyen Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozottá, hogy elnyerhessük az örökséged választottaiddal. Elsősorban Isten anyával, a boldogsága Szűz Máriával, Szent Józseffel az éjjegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges virtanokkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérjünk Istenünk, hogy engesztelje áldozatunk hozzan az egész világnak békét és üdvösséget.
Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadot, szolgádott Ferenc pápánkat, Miklós és Lajos püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házat népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vont magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagan részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztad minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keletségben, minden tiszteled és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözletünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozom. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérjünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy mi irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözletünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötték. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaitnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszönsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghívasztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Istenünk, kérve kérjük, hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedjük bennünk üdvösség szerző kegyelmet, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvéreim, kedves vendégek, mindenkinek kellemes és szép vasárnapot kívánok. Most megkérem tiszteletes urat, hogy és szeretnének szólni hozzánk, hogy jöjjön ide, feladjon be. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott leveléből a következő verssel köszöntelek titeket. Örvendjetek az Úrban mindenkor. Újra csak azt mondom, örvendjetek. Kedves testvérek, talán soha nem volt annyi komoly komor, annyi komor, komoly arc, mint mostanság. Utcán, hivatalban, munkahelyen, templomban. Talán jelezni szeretnénk, hogy nagyon, szinte halálosan komolyan vesszük azt, amit teszünk. Jártunkban, keltünkben, munkavégzésünkben. Talán úgy gondoljuk, hogy attól vagyunk komolyak, hogyha folyamatosan szigorú az arcunk. A szigorúság mögé rejtjük szomorúságunkat, fájdalmainkat, bánatunkat és örömeinket is. Minden érzésünk, minden gondolatunk szinte ugyan azon az arcon tükröződik. Úgy gondolom, testvéreim, hogy nincsen ez teljesen rendben. Különösen az nincsen rendben, hogy nem merjük érzéseinket kifejezni. Mielőtt mosolyognánk, és mielőtt sírnánk, először szinte körülpillantunk, ki látja. És aki látja, annak kell-e azt látni, meg akarjuk-e mutatni. Fáradtságos munka ez, testvéreim. Fáradtságos folyamatosan fegyelmezni és figyelmezni önmagunkat, és ezáltal egymást is. Ezért, amikor köszöntelek titeket, akkor kérlek és hívlak, hogy vegyük nagyon komolyan Pál apostol intelmét, ki azt mondotta, hogy Istennek tetsző cselekedet, és talán egyedül ez az emberi érzés az, ami Istennek tetszik, hogy örvend az ő gyermeke. Mi az örömnek is ünnepnapokat választunk, amikor picit elengedjük magunkat, és azt mondjuk, most szabad, mert most ünnep van. Egyszer, párszor, többször az életben. Testvéreim, ki tiltja meg nekünk, hogy ne legyen minden nap ünnepünk. Ki tiltja meg nekünk, hogy minden nap ne legyen az örömé. A hétvége mindenképpen mindannyiunk öröme volt. Itthoniaknak, otthoniaknak,
Az öröm alkalma volt a találkozás, és milyen jó volt egymás szemébe nézni, milyen jó még mindig egymás szemébe nézni, egymásnak kezet nyújtani, és mosolyogni, testvéreim. Úgy gondoljuk, hogy ez bennünk van, ez velünk született, ez így igaz, de napról napra újra kell tanulni. Mert vegyük úgy, hogy ez a hétvége nem csupán az emlékezés, nem csupán a helyzetértékelés és jövőben nézés ünnepe volt, nem csak öröm ünnep, hanem ennek az ünnepnek forrása is. Örvendjetek, testvéreim, egymásnak. Örvendjetek nekünk, mint ahogyan mi örvendünk ti nektek. És amikor jön hétfő, kedd, szerda, és jönnek a következő hetek, amikor háttérbe szorul az, hogy szeretném, hogy álmodom, hogy tervezem, és nagyon előtérben nyomul az, hogy kell és muszáj, akkor is örvendjünk. És amikor egymást szóval köszöntjük, jusson eszünkbe, hogy az, akivel találkozom, az adósom nekem. Akivel én találkozom, annak én is adósa vagyok. Adósai vagyunk, testvéreim, minden nap és minden találkozáskor egy mosollyal. Adjuk meg egymásnak. Minél többször. Mindenkor. Sok-sok ünnepi és hétköznapi találkozás alkalmával. Az Úr, ami Istenünk, legyen és maradjon velünk, úgy, amint eleinkkel is volt. Hajlítsa magához szívünket, hogy mindenkor az ő útjain járjunk, és tartsuk meg parancsolatait. A mi gondviselő atyánk, akit szolgálunk, akihez naponta fohászkodunk, imádkozunk, ő legyen és ő maradjon mindig a mi segítségünk. Tartsa meg, áldja meg életünk, tartsa meg, áldja meg a mi szeretteinknek életét itthon és mindenütt a nagyvilágban, ott, ahol élnek. Amen. Fogadjuk az Isten áldását, álljunk föl. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és töltse el a szíveteket üdvét adó bölcsességgel. Amen. Táplálja a lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Amen. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Isten meg legyen Thank you.